Örülök, hogy végre megtaláltalak. Emlékszel még rám? Hogy is feledhetném azt az embert, akit a legjobban gyűlölök? Gyűlöletre nekem lenne okom, tönkretetted az életemet! Nálam nem sokra megy az álszentfő. Nem magamat sajnálom, hanem a fiamat. Ő sillette meg leginkább. Mit sillett meg? Mit? Tudod te azt jól? Te voltál az, aki a bűn útjára térítetted őt. Miattad vesztette el legfőbb erényét. Én ugyanolyan ártatlan voltam. Tiszta és őszinte szerelmet éreztem iránta. Amit csak Istennek gyontam. Ne merd a szádra venni az Úr nevét! Te, akinek ilyen bűnös múltja van! A bűnt közösen követtük el, a fia és én. Csak, hogy ő megbánta, és feloldozás gyert. Jaj, de jó, akkor ezek után megint békében élhet, ugye? Számára az pillanatnyi gyengeség volt. A gyengeségéhez képest elég nagy dolgot vitt véghez, tisztelt asszonyom. Gyermeket nemzett. És maga tudta, hogy anya leszek. De eltitkolta. Hallgass az Istenért! Maga, aki annyira vallásos és könyörületes. Nem fél a kínzó elégtételtől, mert kellene? Azt tettem, amit kell. És ne papoljon nekem elégtételről az, aki utcára teszi a gyerekét. Életem legnagyobb vétka, amit elkövettem. De nem egyedül én vagyok a bűnös, hanem Juan de la Cruz és maga is az. Sőt, maga a leginkább. És ezért ott fog égni a sötét pokolban. Engem többé ne zaklasson. Félsz, hogy a munkatársaid megtudják, milyen is vagy valójában, ugye? És maga? Maga nem fél, hogy a fia, aki pap, megszegte fogadalmát, és úgy áll a hívek elé prédikálni, hogy közel sem olyan szent, mint amilyennek látszik? A fiam még nem volt pap, amikor te elcsábítottad. Azon kívül neki nincs annyi veszteni valója. Olyan biztos ebben? Csináljak neki egy kis reklámot? Ide hallgass, Luciana! Nem tűröm, és nem is engedem, hogy bántsd a fiamat! Felejtsd el őt egy életre! És engedd végre békében élni! Te magad hagytad el a lányodat, nem ő! Takarodjon maga, szörnyeteg! Kifelé! Szóval minden rendben ment az első áldozáson. Sajnálatod, hogy nem vettél részt rajta. Valakinek a parókiával is törődnie kell. De mondd csak! Ki az új támogató, akiről beszéltél? Hol találtad egyáltalán? Mivel foglalkozik? Most, hogy így rákérdeztél, nem is tudom. De annyi bizonyos, hogy nagy lelkű. És hogy felvállalta a helyreállítások költségeit. Amit még tudok róla, hogy az Árda egyik volt neveltjének jelenlegi barátja. Egy rendkívül csinos lány, Zoé. Bejöhetek? Csak tessék. Kérem, bocsásson meg, asszonyom. Isten legyen veled, testvérem. Mit akartál elérni azzal, hogy rám küldted az anyádat? Anyám felkeresett. Ne tégy úgy, mintha nem tudnád. Esküszöm neked, fogalmam sem volt róla. Azt hiszed, egy könnyű kis eskü megoldhatja minden problémádat? Akkor nagyon tévedsz. Neked döntéseket kell hoznod, és nem holmi Isten akaratára várni. Luciana, te most az Úr házában vagy. Ne káromold! Miért? Úgy is bűnös vagyok. El is fogadom. De te? Te vajon elfogadod, hogy vétkeztél? Luciana, ne kínozz ezzel! Értsd meg, tisztában vagyok mindennel, amit tettem, és próbálnám elfelejteni! Neked talán sikerül is! De nekem nem! Nekem nem! Hidd el, megbántam! Őszintén, tiszta szívemből! Égjen lelkem örökös bűnben, ha nem így van! Neked ennyi a megnyugvás? Mit vársz még? Vannak olyan hibák, amiket soha nem tehetünk jóvá. Igen, hibáztam. Szörnyű teher nyomja a vállam, mert fiatal és meggondolatlan voltam. Ahhoz bezzeg nem voltál meggondolatlan, hogy megtedd, amit tettél. Nincs több mondani valóm. Csak még egy dolgot kérek, hogy ügyelj az anyádra. Tarts távol tőlem, mert ha továbbra is a múltamat boncolgatja. Mindketten csúnyán pórul járhatunk. De különösen te. Mit élő legyek, atyám? Nem akarok személyes ellentéteket szítani. Pláne egy olyan dolog miatt, amit még pappaavatásom előtt követtem el. Abból óriási botrány kerekedne. Rendkívül diszkrétnek kell lenned. És főképpen sose feled, kit szolgálsz. Minden olyan támadást kerülnünk kell, amely kapcsolatba hozható papi mi voltoddal, és annak szent küldetésével, atyám. Először is beszélnem kell anyámmal, és rábírni, hogy ne zaklassa Lucianát. Véget kell vetni ennek. Jó napot, atyám!
Miben segíthetek? Foglaljon helyet, kérem. Köszönöm, de csak néhány információra lenne szükségem, fiam. A növendékeiről? Nem, hanem egy kislányról. Pontosabban egy régi barátom kislányáról, akit magára hagytak a városban. És tudja, hogy melyik évben született? Hogyne, felírta nekem a dátumot, tessék. Köszönöm. És a címet esetleg, ahol ott hagyták? Azt sajnos nem tudom. Pedig azt valahogy meg kell tudnia. Különben nincs hol kezdeni a vizsgálatot, nincs kiinduló pont. A házamban aztán főképpen nincs joga zaklatni. Különben is én végeztem magával. Hogyha megint vádaskodni akar, már fordulhat is vissza. Azért jöttem, hogy figyelmeztesselek. Ha még egyszer a fiam közelében látlak, én megöllek. Asszonyom, maga egész életében csak fenyegetőzni tudott. Tönkretette nem egy ember életét, de tudja mit? Én nem félek magától. Mondd meg Juan de la Cruznak, hogy az a gyermek nem az övé. És hagyd őt végre békén, hallod? Arra kér, hogy hazudjak egy szent embernek? Hát hová lett magának a józan esze, asszonyom? Hogy lehet ennyire érzéketlen? Ne várja el, hogy hazudjak. Nem. Én magára hagytam a lányomat, és nem tudom, hol van most, hogy egyáltalán látom-e még, hogy ezen a földön van-e, vagy ne adj Isten, elhagyott bennünket egy jobb világért. Engem ez mind nem érdekel. Tényleg? Miért is érdekelni? De azért az érdekelje, hogy maga késztette erre a lépésre. Maga döntött úgy, hogy nem segít. Úgy, hogyha valami baja történt, az ugyanúgy a maga lelkén is száll. Nem, nem, én ezt nem hallgatom tovább. Hagy békén. Ana Joaquin. Gondolt már arra, hogy a gyermek a maga vére is? Hogy a saját unokája? A te átkozott fattyúd, sosem lesz a vérem. Sosem fogadom el őt. Bárcsak ilyen egyszerű volna, asszonyom. Ha a lányunk most itt lenne, és tudná, hogy maga hogy bánt velünk, amikor a szívem alatt hordtam, akkor ő tagadná meg magát, a saját unokája. Abban egész biztos lehet. Anya, mi folyik ott? Mi ez a kiabálás? A hölgy már menni készül. Menjen, mielőtt kihajítom magát, mint egy rongyot. Ha nem látná, maga fölé nőttem méltóságban is. Én figyelmeztettelek, Luciana. Asszonyom? Hagyd őt, Viktor Manuel. Mi a baj, anya? Ki volt ez a nő? Tekintsd úgy, mintha sose láttad volna. És apádnak kérlek, ne szólj a látogatásáról. Se másnak.